Ja, hogy miért mentem el egy terelő szemináriumra? Hát nagyon megfogott a leírás. Ugye, hogy integrált képzést, nagyon sokféle metodikát ötvöz az óra. Illetve az a videó, amit láttam a kutyáiról, hogy végre egy nyugati, vagy hát olyan stílus láthatok, amit a Nagy-Britanniába készülő terelő videókon látsz. Tudod, amikor a kacsákat terelik, tehát az a finom, ősi, nagyon szépen mozgó kutyák, amiket egyszerűen el sem tudsz képzelni, hogy azzal a pár füttyel, hogy lehet így kiképezni. És ezt a varázslatot, hogy ezt hogyan csinálják, erről meg akartam tudni valamit. És hogy erre Magyarországon volt mód, hát na náhogy le kellett rácsapnom, és nem csalódtam. Láthattam, hogy milyen óriási különbségek vannak a terelés és terelés között. Hogy birka és birka között, kutya és kutya között mekkora különbségek vannak, és egy teljesen új világ tárult elém, és igazából pont ezért mentem el. Mert kutyakiképzőként úgy gondolom, hogy úgy kell lennünk, mint egy jó házi orvosnak, hogy minden betegséghez értenünk kell egy alapszinten, aztán mindenkinek jó, hogyha van egy specializációja, és abba teljesedik ki. Nórának ez a terelés.